Hazánkban először nyílt lehetőség arra, hogy a légimentőkkel közösen adjunk vért. A Keszthelyi Festetics Kastély Parkjában egyszerre ismerkedhettünk meg a légimentők munkájával és helikopterével, illetve járulhattunk hozzá mások életének megmentéséhez. Két légimentőbázison tartunk egy közös rendezvényt, a Légimentő Nonprofit Kft., a Légimentésért Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Adj vért a légimentősökkel, hogy mások is túlélhessék. Ez a szlogen, én azt hiszem, hogy ez mindent elárul. A Keszthelyi és az Alamegyei Vöröskereszt szívesen csatlakozott ehhez a programhoz, hiszen itt Sármelléken van az egyik légimentő bázis, és úgy érezzük, hogy nekünk kötelességünk, hogy közösen az emberi élet mentése, megmentése érdekében közösen együttműködjünk. A területi vezető hozzátette, hogy fontos kiemelni a véradás előfeltételeit is. A véradó 18 év fölötti, minimum 50 kg-os egészséges személy lehet. A rendezvény kiváló alkalmat biztosított az ismeretek bővítésére és a résztvevők, illetve az érdeklődők érzékenyítésére is. Azért vagyunk ma itt, hogy egyrészt megünnepeljük azt, hogy bizony eljött az az idő, amikor ezekre a csodálatos sárga helikopterekre országszerte vér kerülhet, de leginkább azért vagyunk ma itt, hogy véradásra buzdítsunk, hiszen ahhoz, hogy azokba a bizonyos táskákba belekerüljön az a két egység nulla negatív vér, amit ki tudunk vinni a betegeinknek, ahhoz az kell, hogy ezt a jó sok vért valaki le is adja, úgyhogy a vérellátásra szeretnénk, vagy véradásra szeretnénk ma itt buzdítani mindenkit. A tudományos főtanácsadó kiemelte, hogy bár a légimentők munkájuk során kizárólag nulla negatív vért alkalmaznak az ellátások esetén, minden vércsoportú véradóra szükség van. Mentés alkalmával számukra a nulla negatív biztosítja a legnagyobb gyorsaságot, azonban kórházba érve a betegek már csoportazonos vért kapnak. A rendezvényen az újraélesztés technikáját is megtanulhattuk, hogy még egy módon segíthessünk. Megnéztem, hogy a helyszín biztonságos-e, és ha biztonságban vagyok én, a helyszín biztonságos és a beteg is biztonságban van, akkor oda megyek, és megnézem, hogy reagál-e bármilyen külső reakcióra. A véradó rendezvény díszvendége Illés Fanni paralimpikon úszó volt. Nálunk a családban nagyon-nagyon fontos az életmentés, ha úgy tetszik mondani, de hiszen a testvérem diplomás ápolónak tanul, illetve édesapám folyamatos véradó már évtizedek óta, és nyilván én is adnék vért, ha lehetne, de sajnos kétszeri próbálkozás után mondták, hogy nem tudok vért adni, hiszen 50 kiló alatt vagyok, én nincs is annyi vérem, ugye nincsenek lábaim, de legalább több embert tudok buzdítani arra, hogy ez milyen fontos. A buzdítás nem hiába való, hiszen ez alkalommal is szép számmal érkeztek a véradók. Köztük volt az Alamegyei Közgyűlés alelnöke is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a véradás folyamán levett vér minél előbb a szállítási helyre kerüljön, és amennyiben szükséges, az valaki fel is tudja majd használni. Tehát akár egy kismama, akár valamilyen balesetben szenvedő állampolgárunk. Én magam már 28-szoros véradó vagyok, úgyhogy tudom, hogy mit jelent, és mindenkit arra kérek, aki nem túlságosan fél egy tűszúrástól, és segíteni akar az embertársain, hogy adjon vért. Lényeges kiemelni, hogy nem csak a hasonló rendezvények adnak lehetőséget a véradásra. A hétköznapok során számos helyszínen járulhatunk hozzá mások életének megmentéséhez. A véradási helyszínekről a Vöröskereszt oldalán tájékozódhatnak.